greatly altered by collisions with such bodies. Kis Tarcsáról jöttünk a kis csapatommal. Ez a második idény lesz, amikor elindulunk bajnokságban. Teljesen kezdő csapat vagyunk, 2003-as gyerekekkel jöttünk ide. Az idei évben most másodszor edzőtáborozunk itt. Egyszer az idény végén egy befejező tábor volt, és most pedig a bajnokságra felkészülünk. Ez a torna pedig ugye hát ez már tudod, hogy egy ilyen hagyomány, Mezei Zoltán emléktorna, amin most mi először indulunk. A csapat ugye egy körülbelül 15-20 főből áll, akik versenyeznek, amúgy egy olyan körülbelül 30-40 fő az, aki játszik. Mi nagyon mostoha körülmények között edzünk, egy 25 méteres tanmedencében, keresztbe 11 méteren, 160 centis vízben edzünk, ezért használtuk ki ezt a kapcsolatot, hogy a görögi, mivel a bajnokságban találkoztunk, és akkor ő felajánlotta, hogy itt van jó lehetőség, és együtt tudunk edzeni, és végül is így kerültünk ide Kiskunfélegyházára. És az előző bajnoki idényben a hazai pálya nekünk Kiskunfélegyháza volt, mert itt az IMI segített megrendezni, miután a mi medencénk nem alkalmas a bajnokságra. Kis Tarcsa csapata van itt, vagy ugye egy közös edzőtáborunk volt egész héten. Egész nap ugye nagyon sok kétkapuzás, nagyon sok közös gyakorlások voltak, és a Kecskemét leány csapata érkezett ugye a Mezei Zoltán tornára. Strandvízilabda szabály szerint játszunk, 4x5 perc futóra, kiállított játékos bíróval szemben lévő oldalon automatikusan átbújik a kötelet, egyből jöhet vissza, és mindenki játszik kétszer mindenkivel. Hogyan szerepeltek a félegyháziak? A félegyházi csapat a Kis Tarcsával egy győzelem, egy vereség, a Kecskemétől pedig vereséget szenvedtünk. Mostanában szerintem második lesz a félegyházi csapat.